Idén 30 tanító és 25 óvodapedagógus számára biztosítanak helyet, valamint 40 hallgatót várnak a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkar mestertanítói képzésére. Takács Márta, az MTTK megbízott dékánya elmondta. A kar akkreditációja utáni első 3 év után minőségbiztosítási felmérést készítenek, amely a diplomázott hallgatók munkába állására is kiterjedt. Az elmúlt 2-3 évben végzett hallgatóinkat egyenként kerestük meg telefonon, személyesen, és azt tapasztaltuk, hogy kb. 10%-uk van csak munkanélkül, a többiek dolgoznak. A sajtótájékoztatón elhangzott. Az MTTK tagjai az utóbbi fél évben rendszeres résztvevői voltak a tudományos találkozóknak és rendezvényeknek. A kar több pályázaton is részt vesz. Lepes Josip, dékán helyettes kiemelte. Jelenleg egy 17 Kárpát-medencei egyetem bevonásával készülő pályázat résztvevője a tanítóképző. Összetevője vagy célja inkább a cigány kisebbség kulturális oktatás szintjének föltérképezése és a őket oktató tanárokat bármilyen szinten való kiképzése, hogy megfelelően tudjan foglalkozni a roma tanulókkal. Ez egy 2 éves futamidejű pályázat. A felvételit beszéd, zenei és testnevelési képességvizsga előzi meg július 2-án. A magyar nyelv és irodalomból, illetve általános tájékozottsági tesztből álló felvételi vizsga július 4-én lesz. A felvételi nálunk specifikus tekintettel arra, hogy nem csak felvételiről van szó, hanem képességvizsgáról. Ez megelőzi a felvételit. Ősztől az MTTK a Magyarországi Óbudai Egyetemmel közösen mérnöktanári levelező képzést szervez. A felvételi a magyarországi rendszerhez igazodik. Jelentkezni a magyar pótfelvételi időszakban, tehát július végén, augusztus elején lehet.